Fordított Peter Pellegrini és megnyerte az elnökválasztást Szlovákiában, szuverenista államfője lesz az országnak. Kivonták az izraeli csapatok jelentős részét a gázai övezetből, megállapodás viszont fél év után sincs a Hamasszal. Figyelmeztető lövésekkel állítottak meg migránsokat Temesvár mellett, 20 kilométeren át üldözték őket a rendőrök. És 6000 fölé nőtt az elárasztott házak száma Oroszországban, ahol pénteken átszakadt egy gát, menekítik az embereket. Ez a Híradó fél nyolctól, az M1-en, Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Meggyőző fölénnyel nyerte Peter Pellegrini a szlovákiai elnök választást, miután a voksok több mint 53%-át szerezte meg. A volt szlovák miniszterelnök a szuverenista Robert Fico jelenlegi kormány főszövetségese. Az elnök választáson kevesebb mint 47%-ot kapott Iván Korcsok volt külügyminiszter, aki elismerte vereségét. Peter Pellegrini győzelmi beszédében ígéretet tett arra, hogy Szlovákia a kormánnyal együttműködve a béke mellett áll ki. Az új szlovák elnöknek gratulált Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter is. Hatalmas üdvrivalgás közepette próbált átjutni a fotósok és az újságírók gyűrűjén Peter Pellegrini szombat este az eredményváró rendezvényének helyszínén. Érkezése előtt néhány perccel derül ki, hogy ő lett Szlovákia új köztársasági elnöke. A szavazatok 100%-os feldolgozottsága alapján a volt miniszterelnök, jelenlegi házelnök a voksok több mint 53%-át szerezte meg. Győzelmi beszédében a frissen megválasztott államfő ígéretet tett arra, hogy Szlovákiát a kormánnyal együttműködve a béke oldalán fogja tartani. Olyan elnök leszek, amilyet megígértem, olyan, aki tartja magát a nemzetközi egyezményekhez, de védi Szlovákia nemzeti érdekeit és polgárait. Elengedhetetlen, hogy a kormány teljesítse a programját, hogy egy jobb, biztonságosabb országot építhessünk. Elkötelezett vagyok amellett is, hogy Szlovákia a béke mellett álljon ki. Mondjanak bármit a kritikusai. Én nem fogom háborúba vinni az országot, fogalmazott Peter Pellegrini. Ellenfele Iván Korcsok a szavazatok kevesebb mint 47%-át szerezte meg. A volt külügyminiszter nem sokkal éjfél után reagált az eredményre. Azt mondta, elismeri a vereségét. A magas részvétel döntött, ezt tiszteletben tartom, de úgy gondolom, hogy ezt az eredményt a félelem szülte. Minden esetre köszönöm a támogatást és az energiát, amit az emberektől kaptam, mondta Iván Korcsok. Az elnökválasztás második fordulója csaknem 10%-kal magasabb részvételi arányt hozott, mint az első. Szombaton a választásra jogosultak, több mint 61%-a járult az urnához. Peter Pellegrini Pozsony kivételével minden megyében győzelmet aratott. A kormánypártok által támogatott politikus a magyar lakta járásokban is meggyőző eredményt ért el. Az első forduló után a magyar szövetség elnöke is a volt miniszterelnök támogatását kérte. Forró Krisztián szombat este a felvidéki körképnek azt mondta, az új államfővel együttműködve fognak dolgozni a magyar közösség érdekében. Ez a választás is megmutatta, hogy valóban a közösségünkben van erő, a jó oldalra tud állni, és én bízom benne, hogy az elkövetkező időszak is bizonyítani fogja azt, hogy ez egy jó döntés volt. A háború és a béke közötti választás. Peter Pellegrinivel a békepártiság győzött a nyugati háború melletti elköteleződés fölött. Erről már a századvég alapítvány jogi tanácsadója beszélt az M1-en. Ifjabb Lomnici Zoltán kiemelte, Szlovákia ebben a kérdésben egyértelmű döntést hozott. A béke és a háború között úgy tűnik, hogy a szlovákok is tudnak választani. Átláttak a szitán, és ez egy meghatározó és jelentős győzelmet jelentett Peter Pellegrini számára. Peter Pellegrini győzelméhez a magyar külügyminiszter egy az új államfővel közös fotóval reagált. Szijjártó Péter azt írta, Szlovákia megválasztott államfője újabb megerősítés a szuverenitásvédő és békepárti erőknek. Nagy győzelem a szlovák embereknek, és nagy győzelem a béke szószólóinak Európában. Ezt már Orbán Viktor miniszterelnök írt a közösségi oldalán. A kormányfő úgy fogalmazott, Peter Pellegrini elsöprő győzelmet aratott. A bejegyzés végén pedig szlovákul azt írta, gratulálunk, elnök úr. Az első fordulóban még a második helyen végzett tehát Peter Pellegrini, aki tegnap végül egyértelmű győzelmet aratott a szlovákiai elnökválasztáson. Kapcsolunk Dunaszerdahelyre, tudósítónkhoz, Barta Tímeához. Szervusz, Tíme. Mit mondanak az elemzők, hogyan sikerülhetett fordítani?
Jó estét kívánok! Hát egész egyszerűen Peter Pellegrini jobban mozgósított a második forduló előtt, mint az első forduló előtt. Az első fordulóban ugye gyakorlatilag a közvéleménykutatók egyértelmű győzelmet hoztak ki Peter Pellegrininek, és ezért sok szavazó gondolhatta azt, hogy nincs szükség az ő szavazatára. A második forduló azonban nagyon élesre sikerült, a második forduló előtti kampány nagyon élesre sikerült. Nagyon folyamatosan azt hangsúlyozták az újságok is, az elemzők is, hogy fej-fej mellett a két jelölt. Néhány szavazaton múlhat gyakorlatilag az, hogy ki lesz Szlovákia következő államfője. Éppen ezért gondolhatta azt nyugodtan jó sok szavazó, akinek egyébként esetleg szimpatikus volt Peter Pellegrini, hogy az ő szavazatára is szükség van. Egyébként ugye természetesen azok az államfőjelöltek, akik nem jutottak a második fordulóba, ők is kinyilvánították néhányan, hogy Peter Pellegrini mellett állnak. Volt, aki az embereknek a szimpátiájára bízta, hogy kire adja majd a voksát a második fordulóban, de például Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke egyértelműen odaállt Peter Pellegrini mellé, és azt kérte a szimpatizánsaitól, hogy tegyék ezt meg ők is, és valószínűleg meg is tették, hiszen a magyarok lakta déli járásokban egyértelmű az, hogy Peter Pellegrinire szavaztak az emberek, hiszen ő végzett a legtöbb járásban az első helyen. Na, mikor léphet hivatalba Peter Pellegrini, és milyen programmal vág neki a következő évnek? Június 15-én fogják beiktatni hivatalába Peter Pellegrinit, ugye ez a hivatalos dátum, addig tart a jelenleg regnáló államfő Zuzana Csaputovának a megbízatása, és ekkortól kell, hogy elfoglalja az államfői hivatalt Peter Pellegrini. Azt lehet tudni egyébként, hogy amit ő el is mondott a kampányban is, a választások előtt is, és már tegnap éjszaka is, és ma is megerősítette, hogy nemzeti, szuverenista politikát fog folytatni az államfői hivatalban, békepárti politikát szeretne folytatni ott is, bár az államfő túl sok jogkörrel nem rendelkezik, de továbbra is szeretné megakadályozni azt, ami hatalma van megakadályozni, nem szeretné, hogy például katonákat vagy fegyvereket küldjön Szlovákia Ukrajnába. Ezen kívül azt is kiemelte, hogy szeretné betartani azokat az ígéreteit, amit a felvidéki magyarok vezetőinek, a Magyar Szövetség elnökségének tett, erre emlékezni fog az államfői hivatalban is, és azt is kiemelte, hogy szeretné, ha stabilitás lenne egyébként az ország, és nyugalom lenne az országban, az állóháború, ami az elnöki palota és a kormányhivatal között volt, senkinek nem volt jó, és szeretné, hogyha nyugalomban lennének az emberek Szlovákiában, nyugalomban élnének, és ezt szeretné elősegíteni úgy, hogy annak ellenére, hogy a parlament hoz nyilván döntéseket, ezeket a törvényeket csak abban az esetben fogja aláírni, hogyha ezek összhangban vannak a szlovák alkotmánnyal. Barta Tímea jelentkezett Dunaszerdahelyről, köszönjük szépen! Ma tartják a helyhatósági választások első fordulóját Lengyelországban. A több mint 29 millió választópolgár, mintegy 2,5 ezer polgármesterről, valamint az önkormányzatok csaknem 47 ezer képviselőjéről dönthetnek. A közvéleménykutatások szerint a választás az ellenzéki, jobboldali Jog és Igazságosság nyerheti, a baloldali kormánypárt pedig a második helyet szerezheti meg. A szavazóhelyiségek este 9 óráig tartanak nyitva. Kivonták az izraeli csapatok jelentős részét a gázai övezetből napra pontosan 6 hónappal azután, hogy a Hamász súlyos terrortámadást hajtott végre Izrael ellen. Az övezet déli részén most mindössze egy dandárt hagytak, hogy megakadályozza a gázaiak visszatérését az övezet északi és középső részére. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök azt mondta, egyetlen lépésre van a győzelem a Hamász elleni háborúban, a megállapodást pedig a terrorszervezet akadályozza. Izraeli tankok és harckocsik térnek vissza egy dél-izraeli bázisra. Egyre több jármű látható, mind a gázai határ irányából érkeznek. Az izraeli hadsereg bejelentette, újabb szárazföldi csapatokat vont ki az övezet déli részéből. Csak egy dandárt hagyott ott, hogy megakadályozzák a palesztinok visszatérését a terület északi és középső részére. Izrael nem közölt részleteket az újabb kivonás okairól vagy az érintett katonák számáról. Egyelőre nem világos, hogy ezzel Izrael lemond-e a rafahi offenzívájáról. A várost a Hamász utolsó bástyájának tekinti, miközben legnagyobb szövetségese Washington egyre nagyobb nyomást gyakorol a zsidó államra, hogy javítson a humanitárius helyzeten. A csapatkivonási döntés nem egészen 2 nappal azután született, hogy Izrael Washington kérésére engedélyezte a segélyek szállítását az asdódi kikötőből az övezet északnyugati csücskében fekvő erezi átkelőhely igénybevételével.
Az újabb csapatkivonás egyébként egybeesik az Egyiptomban kezdődő újabb tűzszüneti és tűzszabadítási tárgyalásokkal, amelyben a Hamász továbbra is a palesztinok szabad mozgását követeli a gázai övezetben, valamint az izraeli katonák kivonását. Benjamin Netanyahu miniszterelnök viszont a vasárnapi kormányülésen egyértelművé tette, a növekvő nemzetközi nyomás ellenére Izrael mindaddig nem fog beleegyezni a tűzszünetbe, amíg a Gázában fogva tartott túszokat ki nem engedik. A behódolás a Hamász követeléseinek lehetővé tenné számára, hogy újra és újra megpróbálja megismételni az október 7-i bűnöket. A Hamász azt reméli, hogy a kívülről és belülről érkező nyomás arra készteti Izraelt, hogy megadja magát ezeknek a szélsőséges követeléseknek. Ez nem fog megtörténni. Izrael kész az egyességre, de nem hajlandó megadni magát, fogalmazott Benjamin Netanyahu. Felsorolta, milyen sok célt elértek Gázában az elmúlt fél évben, és hogy Izrael már csak egyetlen lépésre van a győzelemtől a Hamas elleni háborúban. Az elhúzódó megállapodás miatt azonban a túszok hozzátartozói és a társadalom egy része már a kormány távozását követeli. Azt szeretnék, ha Izrael megállapodna a Hamásszal, hogy a szeretteik visszatérhessenek. A Hamász összesen 250 izraelit rabolt el és hurcolt Gázába tavaly október 7-én. 130-an még mindig nem kerültek haza, 34-en közülük pedig valószínűleg már nem is élnek. Az egyik 20 holttestét szombaton azonosították Izraelben, és kiderült, hogy a 47 éves férfi izraeli-lengyel kettős állampolgár volt. Ismét rakétánk csapódtak be a kelet-ukrajnai Harkivba, ahol többen is megsérültek, egy zaporizsiai faluban pedig több halálos áldozatról számoltak be egy orosz légitámadás után. A leghevesebb harcok jelenleg a Donyeck megyei Csaszívjár környékére összpontosulnak, ahol az ukrán védelemnek egyre nagyobb kihívást jelent az orosz csapatok visszatartása. Az ukrán elnök közben bejelentette, Ukrajna hamarosan kifogyhat a légvédelmi rakétákból. Volodymyr Zelenszkij egyúttal arról is beszélt, hogy nincs elég lőszerük ahhoz, hogy ellentámadást indítsanak a fronton. Az ukrán hírszerzés vezetője pedig ismét Taurus rakétákat kért Németországtól. Számtalan háborúpárti az ukrajnai háborút eszkaláló, kiszélesíteni akaró javaslatot tárgyal a jövő héten az Európai Parlament a ciklus egyik utolsó ülésén. Erről beszélt Deutsch Tamás a Kossuth Rádióban. A Fidesz EP képviselője kiemelte, Magyarország békepárti álláspontot képvisel, az azonnali fegyverszünetet és a béketárgyalások megkezdését. Sok nyugati ország vezetője azonban továbbra is háborúpárti nyilatkozatokat tesz, különösen azóta, hogy Emmanuel Macron francia elnök nem zárta ki szárazföldi csapatok ukrajnai bevetését. Litvánia háborús bejelentést tett, ezt írta az Origo azután, hogy Vilnius páncélozott csapatszállító járműveket küldött Ukrajnának. Márciusban pedig a balti állam tüzérségi lövedékeket adott Kijevnek, valamint 35 millió eurót különített el az ukrán hadseregnek lőszerre. A litván védelmi minisztérium szerint további hasonló lépéseket is terveznek. 2026-ig legalább 200 millió euró értékű katonai támogatást nyújtanak majd Ukrajnának. A háborúban álló ország felfegyverzése mellett számos nyugat-európai állam kiáll. A lett és a norvég külügyminiszter is beszélt erről az elmúlt napokban. A fő kihívás, hogy szilárdak, elkötelezettek és hatékonyak maradjunk Ukrajna támogatásában, jelentette ki a norvég külügyminiszter Brüsszelben. A német, a francia és a lengyel külügyminiszter pedig a héten a Politikóban megjelent véleménycikkben buzdította felfegyverkezésre Európát. Három lépést fogalmaztak meg, amivel az európai szövetségesek megmutathatják, hogy készek nagyobb felelősséget vállalni a kontinens védelméért. A szöveg a NATO alapelvére is kitér, azt írják, az egyikünk elleni támadás mindannyiunk elleni támadásnak minősül, egy mindenkiért és mindenki egyért. Elemzők ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy NATO országot nem ér támadás, sőt Oroszország többször is leszögezte, hogy nem is tervez ilyet. Franciaország egyébként régóta kiáll Ukrajna támogatása mellett. Emmanuel Macron szerint pedig még ennél is többet lehetne tenni. Ma nincs konszenzus a szárazföldi csapatok Ukrajnába küldésével kapcsolatban, de semmi sem zárható ki, mondta az elnök az európai vezetőkkel tartott párizsi csúcstalálkozó után néhány hete.
Nyilatkozata azóta nagy hullámokat keltett a világban, Oroszországból éles reakciót váltott ki. Vlagyimir Putyin közölte, ebben az esetben a világ egy lépésre kerülne a harmadik világháborútól. Hogyha francia csapatok jelennek meg úgy Ukrajnában, ahogy ezt tervezik, tehát francia szervezet kötelékben és Franciaország finanszírozásában, az egy nagyon durva eszkalációs lépés. Ha Franciaország finanszírozásában francia csapatok jelennek meg Ukrajnában, az egy eszkalációs lépés lenne. Erről a Matthias Corvinus kollégium kutatója beszélt az M1-en. Somkuti Bálint azt mondta, jelenleg egy olyan vita zajlik, amit elkezdeni sem lett volna szabad. Teljesen fölösleges arról beszélni, hogy ki mekkora csapást tudna egymásra mérni, hiszen egy atomháborút nem lehet megnyerni. Tehát megint olyan dolgokról beszélünk, ahelyett, hogy a megállapodásnak, a békének, vagy valamilyen a konfliktus lezárásának a módját keresnénk, amelyek pont az ellenkező irányba mutatnak. Ukrajna támogatása Brüsszelben is folyamatosan napirenden van. A jövő heti plenáris ülésen számtalan háborúpárti az ukrajnai háborút eszkaláló, kiszélesíteni akaró javaslatot tárgyal az Európai Parlament. Mutatott rá a Fidesz Európai Parlamenti lista vezetője a Kossuth Rádióban. Dajs Tamás a Vasárnapi Újság című műsorban kiemelte, a magyar álláspont ismert, hazánk békepárti álláspontot képvisel. Az azonnali fegyverszünetet, a béketárgyalások megkezdését, ami ugyancsak kiváltja az ellenérzését a brüsszeli bürokrácia háború párti tagjainak. Tehát a békepárti álláspontunk és az illegális migrációt elutasító álláspontunk miatt büntetnek minket, ezért lesz jövő héten újra magyar vita. Nem is egy ilyenre, még nem volt példa, egyből kettő magyar vita. Dajs Tamás leszögezte, bármekkora is a támadás, bármilyen erős is a zsarolás, ami Brüsszelből hazánkat éri, a magyar békepárti álláspont nem változik, az illegális migrációt elutasítjuk, és nem hajolunk meg a genderideológiai nyomás előtt sem. Figyelmeztető lövésekkel állított meg migránsokat éjszaka Temesvár mellett a román rendőrség. Autójukat még az A1-es autópályán akarták ellenőrizni, de a sofőr nem állt meg a jelzésre. Ezután 20 kilométeren át üldözték a rendőrök, amíg végül két másik autóval ütközött és az árokba hajtott. A lövések ekkor dördültek el, de a járműből kiugráló 9 migráns közül 3 így is elmenekült. A felvételeket egy szemtanú készítette, és őrizetbe vették a román-moldovai embercsempészt is. Tovább súlyosbodott a helyzet az európai migrációs útvonalakon. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en azt mondta, Spanyolországban több 100%-os a növekedés, az olasz partoknál szinte tűrhetetlen a helyzet, Ciprusra pedig Libanonból és Líbiából óriási tömegek érkeznek. Az M1 stábja olyan migránssal is találkozott Szerbiában, aki Burundiból indult el. Közben az Európai Parlament a jövő héten várhatóan elfogadja a migrációs paktumot, amit gyakorlatilag migráns gettók létrehozására kötelezné Magyarországot. 500-nál is több illegális migráns érkezett szombatról vasárnapra Viradóra az olaszországi Lampedusa szigetére. A helyzet azért is súlyos, mert lényegében minden nap legalább ennyien érkeznek. Pedig a kicsi szigeten már így sincs hely újabb migránsok befogadására. Lampedusa szigete ismét megtelt, a 6000 lakosú szigeten több mint 1300 a bevándorló, és az alig 400 fős bevándorló központban szoronganak. Az olasz hatóságok megkezdték az emberek elszállítását, 180 főt repülőgéppel az észak-olaszországi Bergamóba vittek, további 300 főt a következő órákban komphajókkal igyekeznek majd átszállítani Szicíliába. Nem csak a tengeri, hanem a balkáni útvonal is folyamatosan aktív. Szerbiában most is több ezer illegális bevándorló vár arra, hogy folytassa útját a kiszemelt Európai Uniós ország felé. Emellett egyre többször nyilatkoznak úgy, hogy akár maradnának Szerbiában is. Burundiból repülővel mentem Etiópiáig, onnan pedig Isztambulig. Törökországból kellett eljutnom idáig. Meglátjuk, az is lehet, hogy itt maradok, mondta egy migráns. A migránsok már otthonosan mozognak Szerbiában. Buszokkal közlekednek, akár együtt, akár egyedül. Vásárolgatnak, hiszen egyikük szerint nagyon megéri nekik Szerbiában várakozni vagy letelepedni, mivel az az ő pénztárcájuknak nagyon olcsó ország. Alacsonyak az árak a boltokban, nem kerül túl sok pénzbe itt az élet. Szerintem, akinek van munkája és keres pénzt, könnyen meg tud élni. Magyarázta egy migráns, aki szerint olcsón hozzá lehet jutni a telefonos feltöltőkártyákhoz is. Az ételt pedig a táborban megkapják. Egészen abszurd és kétségtelenül az európai emberek érdekeivel, biztonsági igényeivel messze menően szembeszálló elgondolás
áll küszöbön, hogy bevezessenek. Erről már a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1-en. Bakondi György, reagálva a Brüsszel migrációt támogató jogszabálytervezeteire, azt mondta, a magyar kormány összhangban a magyar emberek véleményével az uniós terveket nem tartja kivitelezhetőnek, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az új szabályokat ne vezessék be. Most gondolj bele, most 770 határsértőt fogtunk el az idén, 21 embercsempész. Most, hogyha az új szabályok életbe lépnének, akkor azok, akik most illegálisan próbálkoznak létrákkal, meg dobálással, kődobálással, csúszlizással, meg gyakran fegyverekkel lövöldözve a határon, most azok akkor hogy lennének? Akkor letennék a fegyvert, aztán átmásznak a kerítés, azt közlik, hogy én politikai menedült vagyok, és szeretnék kérelmet benyújtani, akkor el kéne vinni a táborba. Erre nem fog sor kerülni. Az Európai Parlament a jövő héten dönt a migrációs paktum elfogadásáról. Ennek értelmében csak nem minden harmadik illegális bevándorló kérelmét Magyarországon kellene elbírálni. A magyar kormány szerint ez azt jelenteni, hogy migránsgettókat kellene létrehozni nálunk. A bevándorlókat magyar pénzből kellene eltartani, és akár hosszú távon is be kellene őket fogadni. A magyar kormány azonban ezeket határozottan elutasítja. Egyre nagyobb bajban van Európa gazdasága, amelynek egyik fő oka, hogy több ország az olcsó orosz gázról a drága amerikai LNG-re váltott, így látják elemzők. Ráadásul az előrejelzések szerint a tengeren túlról érkező energia tovább fog drágulni, ami már a nagymúltú vállalatok működését is veszélyezteti. Magyarországra folyamatosan érkezik az orosz nyersanyag, de mellette már török és azeri gáz is jön, később pedig Türkmenisztánból, illetve Lengyelországból is kapunk majd gázt. Nyomás alatt a vezetékrendszer az ország legnagyobb gáztárolójában, ami azt jelenti, hogy folyamatosan érkezik ide az orosz gáz a török áramlaton keresztül, amelyen az orosz mellett már Törökországban bányászott földgázt is szállítanak. Magyarországot sok kritika érte az Európai Unióból, most legutóbb pedig David Pressman amerikai nagykövettől, amiért ragaszkodott ahhoz, hogy a vezetékes gázszállítást ne sújtsa embargó. Nyugat-Európa viszont váltott oroszról amerikai gázra, méghozzá LNG gázra, amit ma már nem biztos, hogy meglépnének. Európának az volt az érve az orosz gázról történő leválás kapcsán, hogy diverzifikálja az energiapiacát. Vagyis, hogy minél több helyről vásárolja a nyersanyagot, mert így verseny alakul ki a piacon, ami olcsóbbá teszi az energiahordozót. Csak hogy ebből, ahogy a Nézőpont intézet elemzője a Kossuth Rádióban fogalmazott, semmi nem jött be. Európa nem diverzifikálta az energiaellátását, hanem az olcsó orosz gáztól való függést felváltotta a drága amerikai LNG-től való függés. LNG gázszállító óriási hajó halad a holland kikötők egyikébe. A speciális energia az Amerikai Egyesült Államokból érkezik Európába, immár a korábbiakhoz képest emelt áron. Vagyis a szállítás még drágább lett, illetve lehet is még, hiszen Joe Biden az évelején behúzta a féket az amerikai gázexporton. Az elnök a lépést környezeti aggodalmakkal indokolta. Az LNG cseppfolyósítása szállítása ugyanis nagy energiaigényű folyamat, és szakértők szerint kétszer-háromszor is jobban károsíthatja az éghajlatot, mint a szén. Elemzők azt mondják, ezt az amerikai elnök korábban is tudta, de nyilván nem véletlenül, éppen a választások előtt döntött úgy, hogy most már figyelembe is veszik az LNG hatását a klímaváltozásra. Az LNG egyik jelentős része, egyébként 58 milliárd köbméter, az most az Amerikai Egyesült Államokból érkezik. Óriási mennyiségről van szó, ami óriási pénzekbe kerül. Jóval többe, mint amennyit annak idején az orosz nyersanyagért fizettek Európában. Ez pedig eddig is, de a jövőben még inkább rányomja a bélyegét az európai és azon belül is a német gazdaságra, amely korábban az olcsó orosz gázra épült. Az ugyancsak a Kossuth Rádióban nyilatkozó Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szakértője szerint ráadásul az energiafelhasználás a jövőben fokozódik, például azért, mert a mesterséges intelligencia még jobban beépül a mindennapjainkba. Pásztor Szabolcs arról is beszélt, hogy a magas energiárak visszafogják a nagy európai gazdaságokban a termelést. Emiatt például a német vegyipar alapjaiban rendült meg, de más szektorok vállalata is a túlélésért küzdenek.
Hát azt látjuk egyébként, hogy a multinacionális vállalati kör az folyamatosan pásztázza azt, hogy milyen az üzleti környezet, milyenek az inputok, tehát a felhasznált anyagok ára, milyen az energia ára, és hogyha például valaki rajta tartja a szemét a német ipari termelésen, akkor tényleg könnyen olvashat olyan történeteket, hogy jól ismert német márka, az átköltözik például Lengyelországba, vagy elköltözik Európából, azért, mert drágának ítéli az energiahordozókat, vagy az energia árát. Itthon az orosz gáz mellett török és azeri gáz is érkezik a hazai tárolókba. Előbbi 275 millió, még utóbbi hozzávetőleg 1 milliárd köbméter nyersanyagot jelent ebben az évben. Szó van arról is, hogy a világ egyik legnagyobb földgáz készletével rendelkező Türkmenisztán is exportálhat majd földgázt, mint ahogy Lengyelországból is jöhet energiahordozó. A legnagyobb tengeri kikötőjükben, Gdanszkban új nagy teljesítményű LNG terminál épül, ahol az átalakított cseppfolyós gáz egy része Magyarország felé is veheti az irányt. Elemzők szerint minél több gázszállítási megállapodást kötünk, annál jobban garantálni lehet az ország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést. Több nagy előnye is lesz az új otthonfelújítási programnak az elemzők szerint. Ilyen például, hogy a támogatás hitel része kamatmentes lesz, illetve nagyobb támogatáshoz juthatnak az alacsonyabb jövedelműek. A kormány pénteken jelentette be, hogy elindítja az új otthonfelújítási programot. Az egyik fontos előírás lesz, hogy a felújítással 30%-kal csökkenteni kell az energiafelhasználást. Pályázni várhatóan június elejétől lehet majd. Az emeletre még nem jutottunk föl. Amint látszik, az ablakok még nincsen lecserélve a felső szinten, a támogatás összegét erre szeretném fordítani. Nagy Márton 3 éve vásárolta Egerben ezt a 200 négyzetméteres családi házat, azóta is folyamatosan dolgozik rajta. Mindenképpen megpályázza az új otthonfelújítási támogatást. Szeretnénk kicserélni a nyitászárókat, leszigetelni a házat, és ezáltal szerintem meg tudunk takarítani 30%-ot az energia árakon. Ez, vagyis a legalább 30%-os energetikai megtakarítás elérése az egyik legfontosabb feltétele az állami segítségnek. A megtakarítást az otthonok felújítása után tanúsítvánnyal kell igazolni. Kis Gábor gázkazánját ellenőrzi 40 éves szegedi otthonukban. A régi készüléket most újra cserélni, és a szigeteléseket is meg kellene újítani. A szigetelés jobb a házon, az energiát takarítunk, és hát természetesen az így megtakarított pénzt van hova rakni, hiszen 6 gyerekünk van, 5 unokánk, úgyhogy van helye a pénznek. Pénteken jelentette be a kormány az új lakásfelújítási program részleteit. A tervek szerint 108 milliárd forintra pályázhatnak az 1990 előtt épült családi házak tulajdonosai otthonuk korszerűsítésére. A támogatás összege legfeljebb 6 millió forint lehet, aminek egy része vissza nem térítendő támogatás, a másik része pedig kamatmentes kölcsön lesz. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint ez a program hasonló, mint amilyen a korábbi volt, de talán előnyösebb, mint a régebbi. Az új lakásfelújítási programnak több nagy pozitívuma is van az elsőhöz képest. Az egyik az, hogy ezt olyanok is igénybe vehetik, akik nem nevelnek kisgyermeket, míg az elsőnél ez feltétel volt. Tehát gyermektelenek, vagy akár olyanok is, akiknek már nagy gyermekük van. A másik nagy pozitívum, hogy az elsőnél ott kedvezményes kamatozású volt a hitelrész, viszont teljesen kamatmentes az az összeg, amit hitelbe kapnak a igénylők. A harmadik pedig az, hogy az alacsonyabb jövedelműek azok nagyobb támogatást kaphatnak. A tervek szerint június 1-től lehet majd pályázni az új kedvezményre, amit a kereskedelmi bankok MFB pontjain lehet majd igényelni. Az igénylés személyi feltételeiről még nem sokat tudni. Az eddigi támogatásoknak, legyen szó a Csokról vagy a Csok Pluszról, illetve a korábbi otthonfelújítási programról, előírás volt a megfelelő TB-jogviszony, a köztartozásmentesség vagy éppen a büntetlen előélet. A kormány nagyjából 20 000 igénylésre számít.
A gondos óra program segítség lehet a házi kedvencek a kisállatok számára is. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója azt mondta, olyan segítségkérésekre is fel kell készülniük, amikor az idős ember nem tudja megoldani házi kedvencének ellátását, mert például több napig kórházi ellátásra szorul. Ezért megkeresik azokat az állatvédő civil szervezeteket, amelyek információt, tanácsokat tudnak nyújtani az ilyen helyzetekben. Eddig már 10 000-nél is több alkalommal segített az Európában egyedülálló gondosóra, és a diszpécserek számtalan hétköznapi ügyben is tanácsokkal látták el a felhasználókat. A szolgáltatás hamarosan tovább bővülhet. A program ugyanis segítség lehet az idősek házi kedvenceinek is. Aki például kórházba kerül, vagy betegség miatt nem tudja ellátni kedvencét, annak megoldást nyújthat az új szolgáltatás. Nagyon jó dolog ez a gondos óra. Tulajdonképpen, mivel nagyon sokat kijárunk a kutyaiskolára, tehát az egyesületünk az iskolájára, oda a párom is általában mindig el szokott kísérni, mert odakint nagyon kedvező a terület, meg a légkör is. És ha valami gond van, akkor mindig tudunk kapcsolatba lépni a gondos órán keresztül. Eddig több mint 6 000 nyugdíjas regisztrált a gondos óra szolgáltatásra. A program bővítéséhez most állatvédő civil szervezetek jelentkezését várják. Erről Hóvádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos beszélt. Kiemelte, a diszpécser szolgálat munkatársai tájékoztatást tudnak majd nyújtani arról, hogy melyik szervezethez fordulhatnak az idősek, ha baj van. Arra kérek minden állatvédő civil szervezetet, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez. Közösödjünk az állatvédelem! Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalára feltöltött videóban arra hívta fel a figyelmet, hogy a gondosóra programot azért indították el, hogy gondoskodó államként az idősek biztonságát megteremtsék. A gondosórát igénybevevőknek ezekben az esetekben is igyekszünk segítséget nyújtani, és megkeressük azokat az állatvédő civil szervezeteket, akik információt, tanácsot tudnak nyújtani az ilyen helyzetben is. Ne feledjék, a gondos óra segítség egy gombnyomással. Nyitrai Zsolt legutóbb szerdán jelentette be, hogy együttműködési megállapodást kötöttek az országos mentőszolgálattal, így a diszpécserek ezentúl a mentőszolgálattól is oktatást kapnak, hogy vészhelyzetben azonnal megkezdhessék a segítségnyújtást. A gombnyomásra indított hívások a gondos óra diszpécser központjába futnak be, ahol éjjel-nappal szakszerű segítséget kapnak az idősek. Ha szükséges, a mentőszolgálatot is azonnal értesítik. A Fidesz és a KDNP Európa legsikeresebb pártja egymás után 4 választást nyert, kért 2/3-addal is nem fogják hagyni, hogy a közösen elért eredményeket bárki veszélybe sodorja. Ezt mondta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója egy debreceni fórumon. Hozzátette, bár támadások keresztüzében állnak, de az eredmények őket igazolják. Béke, biztonság, munkahelyek, családok támogatása, fiatalok adómentessége, idősek megbecsülése. Lehetne még ezt sorolni, alacsony adók lehetne még sorolni, de ezek a legfontosabb. Tehát ezeket a válaszokat adta a kormány, és ezért lehet az, hogy a kormányt és a kormánypártokat egymás után támogatják a magyarok óriási többséggel a választáson. Tovább gyűrűzik a hitpénz botránya. Mandiner információi szerint Wigmor mellett egy Hegedűs Dániel nevű másik ügyvéd is 500 000 forint készpénzt vett föl a Lánchidat felújító A Híd ZRT által utalt pénzekből. Bár Karácsony Gergely szerint nincs mit vizsgálni, így már csaknem 500 000 000-ra rúg az az összeg, amihez gyanús körülmények között jutottak hozzá az érintettek. Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője úgy reagált, van-e még kérdés, hogy a baloldal hogyan lapátolja ki a budapestiek pénzét? Tavaly decemberben járták be a sajtót ezek a felvételek Wigmorról. A jelenleg letartóztatásban lévő, praxisától eltiltott ügyvédnél a NAV nyomozói egy több 100 000 000 forintos számlagyár ügyében tartottak házkutatást. Később már nem csak nála vizsgálódott a NAV, hanem a Lánchíd felújítását végző A Híd ZRT-nél is. A vállalat ugyanis összesen 1,4 milliárd forintot utalhatott Wigmor egyik cégének. Az A Híd ZRT volt az a cég, amelyik a Lánchíd felújítását végezte. 2019-ben Tarlós István idején nyerték meg először a közbeszerzést, amit akkor 21,8 milliárd forintért vállaltak. Karácsony Gergelyék azonban egy új közbeszerzést írtak ki, amelynél a cég már több mint 5 milliárd forinttal drágábban vállalta a munkát.
Sajtóinformációk szerint ebből a pénzből juthatott nagyjából 900 millió forint a letartóztatásban lévő Wigmore számlájára. Most a Mandiner újabb részleteket tudott meg a gyanús pénzmozgásokról. A portál szerint további 500 millió forint egy másik ügyvédhez került. Tovább gyűrűzik a hitpénzbotrány, írja Mandiner, majd hozzáteszi. Információik szerint Wigmore mellett egy Hegedűs Dániel nevű ügyvéd is hatalmas készpénzösszegeket vett föl az Ahit ZRT által a Sunstrike Hungary Kft. Számlájára utalt pénzekből. A Hegedűs által fölvett 500 millió forinttal így már csak nem 1,5 milliárdra rúg az az összeg, amihez hozzájutottak az ügyben érintettek. A portál azt írja, Hegedűs Dániel köreiből úgy értesültek, az ő közreműködése azután kezdődött, hogy a korábban több bűncselekményben is érintett Wigmort eltiltották ügyvédi praxisa gyakorlásától. Ekkor vonták be Hegedűst az ügyletekbe, aki a saját ügyvédi letéti számlájára utalta a Sunstrike Hungary Kft.-hez érkező összegeket, és további mintegy 500 millió forintot fölvett készpénzben. Mindez 2022. március vége és július közepe között történt. Azért nem támadjuk, hogy a vizsgálatot, mert nincs mit vizsgálni. Karácsony Gergely korábban még azt is tagadta, hogy lenne hitpénzbotrány, így nem támogatta a vizsgálóbizottság felállítását. Wintermantel Zsolt most közösségi oldalán reagált a fővárosi korrupciós botrány legújabb fejleményeire. A Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője azt írta, a hitpénzbotrányban további 500 millió forintot vettek fel készpénzben, így már 1,5 milliárd forintra rúg az az összeg, mely a Lánchíd felújítását végző cégtől magánszemélyekhez vándorolt. Ez az a cég az Ahit ZRT, amelyért annó Karácsony Gergely minden követ megmozgatott, hogy megnyerhesse a kivitelezési pályázatot. Ha feltennéd a kérdést, hogy miért nincsen Budapestnek pénze, és hogy vajon a pénzmosás gyanújával érintett cégtől végül kihez is juthatott ez az óriási összeg, a fentiek alapján meg is válaszolhatod. Van még kérdés, hogy a baloldal hogyan lapátolja ki a budapestiek pénzét? Írta bejegyzésében Wintermantel Zsolt. Szent Király Alexandra szerint Budapest vezetése számtalan dolgot igényel, aminek Karácsony Gergely híján van. A Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje a közösségi oldalán közzétett videóhoz azt írta, Karácsony Gergelynek nincs jogosítványa, mégis ő szervezi Budapest közlekedését, nem csoda, hogy ekkora káoszt okozott az utakon. Három dolog, amit Karácsony Gergely biztosan nem tud utánam csinálni. Hi Andrew, how are you? A DK a Szigetszentmiklósi polgármester azonnali lemondását követeli. A párt szerint Nagy János szégyent hoz a városra, a Magyar Péterféle szombati tüntetésen pedig hazudott is. Nagy János nem lopásra és nem hazudozásra kapott felhatalmazást sem az ellenzéki pártoktól, sem az ellenzéki választóktól. Éppen ezért Nagy János azonnali lemondását követeljük Szigetszentmiklós éléről. Az LMP szerint igazságosan kell emelni minden szociális intézmény támogatását. Horn Krisztina azt mondta, szükség van a szociális szférában dolgozók bérének emelésére is. Emeljék meg megfelelő mértékben a szociális szolgáltatások normatív támogatását, mind a szociális étkeztetését, mind pedig az összes olyan normatívát, amelyből az intézményfenntartók tudnak gazdálkodni. Nemzetközi sebesség ellenőrzési akció lesz április 19-én egy időben 26 európai országban. A Speed Marathon elnevezésű kezdeményezéshez a magyar rendőrség is csatlakozott. A korábbi évekhez hasonlóan az ORFK idén is kikéri a lakosság véleményét, hogy hol állítsák fel a trafipaxokat. A javaslatokat hétfő délig lehet eljuttatni a rendőrségnek. 340-nel mentes sportkocsi az M7-es autópályán még 2015. januárjában. Az utas fel is vette az álmokfutást. A megengedett sebességet 210 km/h túllépő, ezért gyorshajtási rekordnak számító száguldás a vízelvezető árokban ért véget. A luxusautó porig égett, a videót készítő utas súlyosan megsérült. A sofőr felfüggesztett börtönbüntetést kapott, és 3 évre eltiltották a vezetéstől. A Speed Maratont éppen azért találták ki, hogy elvegyék a sofőrök kedvét a gyorshajtástól. Ez a legtöbb autóst érintő közlekedésbiztonsági akció Európában. A kezdeményezéshez 26 ország, így a magyar rendőrség is csatlakozott. A Speed Maraton idején az ORFK az összes sebességmérő eszközét beveti.
A védakapuk mellett a háromlábú és a jelzés nélküli rendőrautókba beépített trafipaxokkal is mérik a járművek sebességét. Az ellenőrzések helyszíneinek kiválasztásába az ORFK az idén is várja a javaslatokat. Ahogy az elmúlt években, úgy idén is várjuk a lakosság javaslatait a mérési helyszínekre, valamennyi vármegyei rendőrfőkapitányságnak egy funkcionális e-mail címet hoztunk létre, és ezt a rendőrség honlapján tettük közzé, ide lehet írni a javasolt helyszíneket. Később pedig a vármegyei közlekedési kollégáink fogják eldönteni a végleges helyszíneket, amelyeket szintén a rendőrség honlapján megosztunk. Dobrocsi Endre közlekedésbiztonsági szakértő az M1-nek azt mondta, a rendőrség nem azért vonja be a lakosságot a speed maraton tervezésébe, mert nincs ötlete, hanem azért, mert így hatékonyabb lehet az ellenőrzés. Mindenképpen előrevívő és hatékonyságnövelő eszköz, tekintettel arra, hogy az állampolgárok gyakorlatilag ők testközelből látják nap mint nap azokat a közlekedési magatartásokat, jelen esetben a gyorshajtásokat, tehát valóban azzal, hogy ők segítenek a helyszínek javaslatába, ezzel mindenképpen a közlekedésbiztonság javul, és vélhetően a gyorshajtók visszaszorítása meg tud valósulni. A Speed Marathon 24 órás közlekedésbiztonsági akció április 19-én pénteken 6 órakor kezdődik, és másnap reggel ér véget. Átadták a Horvát Nemzetiségi Múzeumként és faluházként működő Drávamenti Hagyományok Házát Felső Szentmártonban. A 120 millió forintos beruházást a kormány 70 millió forinttal támogatta. Soltész Miklós államtitkár azt mondta, fejlődni és értéket teremteni csak békében lehet. Igazából értéket, fejlesztést akkor tudunk tenni, illetve megvalósítani, hogyha békesség van, hogyha nyugalom van. És ez igaz nemzetek és nemzetek között, és ez igaz egy közösségen belül is. Értéket akkor tudunk teremteni, hogyha nyugalom van. Az erdélyi Székely Keresztúron és Erdőszentgyörgyön is nagy siker volt tegnap a Most vagy Soha című magyar film, ahogy pénteken Marosvásárhelyen itt is találkozhatott a közönség az alkotókkal. Lóth Balázs rendező azt mondta, életre szóló élmény volt Petőfiről és a magyar történelem egyik legfontosabb napjáról, március 15-éről filmet készíteni. Már a kezdés előtt állt a sor a Székely-Keresztúri Bálint Dániel művelődési ház előtt. Nem csoda, hiszen itt most először vetítették a nagy sikerű Most vagy Soha című történelmi kalandfilmet. Nagyon is aktuális az alkotás a székely-keresztúriaknak, hiszen itt töltötte eltűnése előtti utolsó éjszakáját Petőfi Sándor. A helyiek talán ezért is érzik igazán magukénak a filmet. Nagyon sokan emlékfűz bennünket, akár gyerekkorunkat, ha vesszük, és mai napig is úgy tartjuk, hogy nem csak nagy költőnk, hanem példakép, akire felnézhetünk. A Petőfi Sándort középpontba helyező film a március 15-i eseményeket dolgozza fel, azonban a történetben fikciós szálakat is vegyítettek, a nézők ennek ellenére is hitelesnek érezték. A zene, ami még engem nagyon meghatott, tehát a zene olyan csodálatosan végigívelte az egész történetet, és nagyon-nagyon hitelesnek éreztem mindent. Szisztematikusan egy fél évtized alatt eljutunk odáig, hogy most itt van ez a film mögöttünk. A vetítés végén közönség találkozón ismerhették meg a nézők az alkotókat, köztük Lóth Balázs rendezőt, aki azt mondta, nagy kihívás, ugyanakkor életre szóló élmény Petőfiről és a magyar történelem egyik legfontosabb napjáról filmet készíteni. Mindannyiunkban van egy kis Petőfi, és Petőfi szelleme itt valóban körbeölelt minket, hiszen voltunk Petőfi körtefájánál, közvetlenül a közönség találkozó előtt, ugye, és hát ezen a kultikus helyszínen tényleg nagyon érezhettük azt, hogy milyen kultusza van itt Petőfi Sándor, és ezután beülni erre a vetítésre, és látni ezt a csillogást a nézők szemébe, az semmihez nem hasonlítható érzés volt. Nem volt kisebb az érdeklődés Erdőszentgyörgyön sem, egy vándormozinak hála ide is eljutott a Most vagy Soha. Komoly történelmi leckét is helyettesít, nyilván itt Erdélyben nem halmoztak el minket a magyar történelem részleteivel az iskolában, amikor én jártam iskolába, most kaptunk egy jó adagot a történelemből. A közönség találkozón az egyik főhőssel, mosolygósárával beszélgethettek a rajongók. A színész bevallotta, igencsak nagy kihívás volt számára Szendrei Júliát alakítani.
nekem ez volt júliából nagyon fontos, hogy ezt a karakánságát megmutassuk, és szerintem akárhogy is fiktív, és lehet, hogy ez nem tetszik mindenkinek, szerintem kijön ebből Szendrei Júlia lényege. Az erdélyi mozikban rekordnézettséget hozott a Most vagy Soha, csak nem egy hónap alatt már több mint 20 ezeren látták. A vetítések folytatódnak, és mostantól két bukaresti moziban is láthatják a nézők a filmet. Hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg tegnap a magyar-kínai küzdősportgálát Szigetszentmiklóson. 10 magyar Muay Thai harcos küzdött meg Kína legjobb 10 versenyzőjével. 2019 után már másodszor tartották meg a gálát a két ország harcosai között. A szervezők szerint ez nem csak sportesemény, hanem igazi családi program is volt egyben. Már órákkal a gála előtt gyülekeztek a szurkolók a Super Fight Series Hungary sporteseményére. A szigetszentmiklósi sportcsarnokban este 6 órára zsúfolásig megtelt a lelátó. Tradicionális kínai dobszóval, felfokozott hangulatban, üdvrivalgás közepette kezdődött el a mérkőzés, ahol magyar és kínai legendák szálltak a ringbe. A nézők közül sokan már hónapok óta készültek és várták a Muay Thai és K1 gálát. Ez a verseny nekem már nagyon régóta be volt vésve a naptárba, rettenetesen várom. Ismerem az összes versenyzőt, rettenetesen szurkolok nekik, nagyon nagy szurkolótábor van, jó a hangulat. A szombatesti gálára 10 kínai válogatott versenyző érkezett hazánkba, akik profi K1 szabályrendszerben küzdöttek meg a legeredményesebb magyar harcosokkal. Pozitívan álltak mind a két fél egymáshoz, szóval itt nincsenek ellenségek, vagy csak ellenfelek, ez egy sport, és aki győz, az jobb, ugyanúgy a végén béke van, ugyanúgy rendben van minden. Hát annyi, hogy itt küzdeni kell, ez erről szól, ez a sport, ez erről szól. Az év egyik legnagyobb Muay Thai és K1 gáláját 12 évvel ezelőtt szervezték meg először Magyarországon. Az idei gálára hónapok óta készültek a szervezők, hogy a nézők számára felejthetetlen élményt nyújtsanak. Nagyon fontos, hogy a magyar versenyzők nyilván egy nagyon jó közönséggel rendelkeznek, és maga ez, amikor valaki kijön, tehát hasonlóan, mint a foci meccsekhez is, itt meg lehet ugyanazt az atmoszférát tapasztalni, hogy tényleg a családok, a barátok, a rokonok, az ismerősök kijönnek, és egy hatalmas hangulatot, egy hatalmas élményt tudnak adni a versenyzőknek, ami sokszor, ahogy szokták mondani, hogy egy óriási lökést tud adni egy versenyzőnek, akik mondjuk sokszor vesztésre áll. A pusztakezes harcművészet mérkőzésein ma már a sportolók egységesített szabályok szerint ökölvívó kesztyűben és védőfelszerelésben küzdenek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2021-ben ismerte el teljes jogú sportként. Szövetségi szintű vészhelyzetet hirdettek az oroszországi Orenburg régióban, ahol péntek éjszaka átszakadt egy duzzasztó gát az Urál folyón. Számos település víz alá került, több ezer embert kellett kimenekíteni otthonából, az elárasztott házak száma pedig 6000 fölé emelkedett. A kormányzó szerint a helyzet kritikus, a folyó vízszintje pedig a következő napokban tovább emelkedhet. Hangos bemondón szólították fel azonnali távozásra az orosz hatóságok Orszk egyik külvárosának lakóit vasárnap hajnalban. A 230 ezer lakosú városban újabb és újabb negyedek kerülnek víz alá. A pénteki gátszakadás óta már több mint 4000 embert kellett kimenekíteni otthonából a Kazaksztánnal határos Orenburg régióban. A mentőegységek csónakokkal járják a települések utcáit, hogy biztonságos helyre vigyék az elárasztott házakban rekedt embereket és házi állatokat. Figyelmeztessetek mindenkit, hogy a menekülési útvonalak is víz alá kerülnek, utasította az egyik mentőegység tagjait a parancsnok. Sokan ugyanis nem szívesen hagyják őrizetlenül lakásukat, és az utolsó percig halogatják a távozást. A 9 emeletes házban, ahol lakom, a földszinten minden lakást elárasztott a víz, mutatta egy orszki asszony. Legszívesebben hangosan zokognék, olyan borzalmas ez az egész, mondta könnyeivel küszködve egy másik kimentett nő. A moszkvai kormány szövetségi vészhelyzetet hirdetett a régióban, miután péntek éjszaka két helyen is átszakadt az Orszk közelében lévő duzzasztógát. Néhány óra leforgása alatt az Urál folyó vízszintje csak nem 4 métert emelkedett.
Több településen megszakadt az áramszolgáltatás, utak, hidak váltak járhatatlanná, az orszki olajfinomítót le kellett állítani. Ma, április 7-én a helyzet továbbra is kritikus. A vízszintje folyamatosan emelkedik. A következő napokban rosszabbodhat a helyzet. Az érintett régióban az Urál és a Szakmara árterületén áramszünetekre kell számítani. Az ott élőket mielőbb evakuálni kell, ezért kérem, fogják az irataikat, az értékeiket, és hagyják el otthonukat. Figyelmeztette vasárnap az embereket a terület kormányzója a hivatalos Telegram csatornáján közzétett felhívásban. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy vasárnap a rendkívüli helyzetek minisztere Alekszandr Kurenkov is az árvíz sújtotta térségbe utazott. Közben a Szövetségi Nyomozó Bizottság gondatlanság és a biztonsági szabályok megsértése miatt indított vizsgálatot az ügyben. A gyanú szerint ugyanis az üzemeltetők elhanyagolták a 2010-ben épült gát karbantartását. A megduzzadt Urál folyó a szomszédos kazaksztáni területeket is elárasztotta. A kazak elnök szerint az országban 80 éve nem pusztított ilyen súlyos természeti katasztrófa, amelyet részben a rendkívüli hőség miatt felgyorsult hóolvadás okoz. Az érintett településekről 28 ezer embert kellett evakuálni, a hadsereg 3 tonnányi humanitárius segélyt szállított a rászorulóknak. A híradót látták este 7:30-tól, még több hírért kattintsanak bátran weboldalunkra a híradó.hu-ra. A folytatásban jön a Nemzeti Sport Híradó, Pál előd már várja önöket.